Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hírmix, az Ultrahang hírösszefoglaló műsora, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják. Nagy örömünkre szolgál bejelenteni, hogy az Ultrahang elérte a százezer feliratkozót. Én is itt vagyok, megvan a százezer. Ennek alkalmából pedig egy nagyszabású élő közvetítésre kerül sor, ma, tehát ma este 20 óra 30 perc után. Annyit fűznék hozzá, hogy 8-kor kezdődött volna, de az Evi még úton van egy kutyával. Most pedig a legfrissebb hírekről a Hírmix összefoglalójában. Ma október 11-e van, és először az orosz-ukrán konfliktus legfrissebb fejleményeiről. Ukrajna folytatni fogja az Oroszország által elfoglalt területek felszabadítását azt követően is, hogy hétfőn Moszkva rakéta támadásokat indított többek között Kiev ellen is, közöltött Mitro Kuleba. Az ukrán külügyminiszter kijelentette, csinálhat bármit Putyin, a területeinket fel fogjuk szabadítani. Ez a háború Ukrajna létezésért zajlik, eszkalálhatja a konfliktust, csinálhat amit akar, de folytatjuk a harcot és nyerni fogunk. Kuleba arról is beszélt, hogy az oroszok célpontjainak jelentős többsége energialétesítmények voltak. Nincs tudomása arról, hogy nagyobb katonai bázisokat támadtak volna, ugyanakkor szerinte civil épületekben is komoly károk keletkeztek. A külügyminiszter úgy gondolja, hogy a hétfői támadás sorozat Putyin bosszúja volt az elmúlt időszakban elszenvedett vereségek miatt. Senkinek ne legyen kétsége afelő, hogy a békés lakosság terrorizálása volt a cél, az, hogy minél nehezebbé tegye életüket. Biztos vagyok benne, hogy ez Putyin harcmezőkön elszenvedett vereségének az eredménye. Amikor hadserege nem tudja legyőzni az ukrán hadsereget, akkor inkább revásként civileket terrorizál, folytatta. Amikor arról kérdezték, hogy Ukrajnának van-e köze a krími híd felrobbantásához, Kuleba úgy felelt, nem tudja, ki robbantotta fel a hidat. Szerinte valami Oroszországon belül történhetett, ugyanis a híd minden oldalról őrzött. Az energetikai célpontokra miért csapásokról az orosz fél is beszámolt. Az orosz katonai szóvivő szerint sikeresek voltak ugyanis az ukrán energetikai célokra mért csapások. Az ukrán katonai vezetési pontok és energetikai létesítmények elleni rakéta csapások elérték céljukat, miközben a fronton négy ukrán támadási kísérlet hiúsult meg, közölte Igor Konasenkov, altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a keddi hadi jelentést ismertetve. Konasenkov elmondta, hogy az orosz fegyveres erők a hétfői támadást követően kedden is nagyszabású precíziós csapásokat mértek, nagy hatótávolságú légi és tengeri indítású fegyverekkel az ukrán katonai vezetés és energiarendszer létesítményeire. Állítása szerint minden kijelölt célt eltaláltak, írta az MTI. Az orosz védelmi tárca összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 318 repülőgépet, 160 helikoptert, 2195 drónt, 379 légvédelmi rakétarendszert, 5639 harckosít és egyéb páncélozott harcjárművet, 868 rakéta sorozatvetőt, 3465 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 6483 katonai járművet vesztettek. Az adatokat más forrás még nem erősítette meg, emelte ki a hírügynökség. Három ukrán hőerőművet támadtak meg két nap alatt az orosz fegyveres erők Ukrajnában, számolt be Dimitro a DTEK energetikai vállalat ügyvezető igazgatója. Tegnap két állomást támadtak meg, az állomásokon több létesítmény is megsemmisült. Kétszer támadták meg a Ladizsinszkai telephelyünket, először kamikáza drónokkal, majd rakétákkal. írta a Telegram csatornán az igazgató az Onyan, ukrán hírügynökség szerint. Ukrajna leállítja az áramexportot az európai országokba. A tárca közleményében, amelyben az ukrajniszka Pravda hírportál idézett, leszögezte, hogy Oroszország energiaterrort alkalmaz Ukrajna és az Európai Unió ellen egyaránt. Az ukrán villamos energia, amelyet exportáltunk, segítette Európát az orosz gáz kiváltásában és támogatta az európai energiarendszer stabilitását, emelte ki a minisztérium. Hozzátették, hogy Ukrajna még a több mint hét hónapja orosz megszállás alatt álló zaporzsiai atomerőmű leállítása után is teljesítette az európai partnereivel szemben villamosenergia exportban vállalt kötelezettségeit. Azonban a mai rakéta csapások, amelyek hőtermelő és elektromos alállomásokat értek, arra kényszerítik Ukrajnát, hogy 2022. október 11-től leállítsa az elektromos áram exportját saját energiarendszerének stabilizálása érdekében, magyarázta a minisztérium. Az Ukrajnából származó villamos energia exportja segített Európának csökkenteni az orosz energiaforrások fogyasztását, és ez az oka annak, hogy Oroszország tönkreteszi az energiarendszerünket, lehetetlenné téve, hogy Ukrajnából áramot exportáljunk, jelentette ki Herman Halucsenko energetikai miniszter. Erről számolt be a 888.hu. A Rasa Today arról is beszámolt, hogy a korábban ukrán szervezetként működő Zaporozsjai telephely jelenleg orosz árammal működik. Az állami üzemeltető tanácsadója szerint a zaporozsiai atomerőmű orosz áramot kap, miután leszakadt Ukrajna elektromos hálózatáról. A helyszín, valamint Energodár városa a frontvonal közelében található, Moszkva és Kiev pedig egymást vádolják a létesítmény ágyúzásával. A várost rákötötték a hálózatra, és az erőműnek új áramellátása is van, mondta Renát Kárhia, a munkatársa munkatársa Arássa 24 tévének kedden. A változásról Vagyimir Rogov az orosz zaporozsai régió magas rangú tisztviselője is beszámolt, ahol Európa legnagyobb atomerőműve található. Az atomerőművet a mi oldalunkról csatlakoztatták a villanyvezetékekhez, mondta Rogov. Jelenleg azonban még korai az erőmű reaktorainak újraindításáról beszélni, írta később Telegram csatornáján. Óvó kényszerültek a magyar nagykövetség munkatársai is a kievi bombázások következtében. A külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt, hogy az ukrajnai háború egyre súlyosabb, ezért most már mielőbb a béketeremtésre kellene fókuszálni. Szijjártó szerint azonnali tűzszünetre van szükség, béketárgyalásokat kell kezdeni. Az a korábbi meglátásunk, amely szerint 25. órában vagyunk, hogy végre valamit tegyünk a béke értekében, egyáltalán nem volt túlzás. Ha béketörekvések nem veszik át az eszkalációs törekvések helyét, akkor itt nagyon nagy baj lehet, mondta a tárcavezető. Szijjártó arról is beszélt, hogy a kievi magyar nagykövetség dolgozóinak elmondása szerint az épületet nem érte találat. A kievi magyar nagykövetség munkatársai jól vannak, de az idő egy részét az óvóhelyen kell tölteniük, hiszen most biztonságuk a legfontosabb szempont. A dolgozók munkáját nehezíti az internet, telefonhálózati és áramkiadások de mindezek ellenére egyelőre fenntartják a külképviselet működését. A nagykövetség üzeme, tehát ha valaki bajba kerül és segítségre van szüksége, akkor ott tud jelentkezni. Tehát te hozzá Szijjártó Péter, erről számolt be a hetek.hu. Mindeközben a Sky News arról számolt be, hogy a Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottsága közölte, hogy biztonsági okokból szüneteltetik ukrajnai tevékenységüket. Zelenszky panaszkodik, amiért támadás érte Kievet és más nagyvárosokat, kezdte telegram üzenetét Ramzem Kadyrov. Mit hittélte te, Pali Madár, hogy neked szabad, másoknak nem? Folytatta a csecsen vezér, aki szerint az ukrán fél nyolc éven át civileket bombázott, a Donbass városainak infrastruktúráját lerombolta, atomerőművet lőtt és hidakat robbantott. Mi figyelmeztettünk téged, Zelenszky, megmondtuk, hogy Oroszország még el sem kezdte a harcot, úgyhogy ne panaszkodj itt, fuss inkább nyugat felé, anélkül, hogy hátra néznél, zárta bejegyzését Kadirov. Erről a mondiner.hu számolt be. Mindeközben ugyanarra a konferenciára hívták meg Putyint és Zelenszkit. Az indonéz külügyminisztérium megerősítette, hogy Vladimir Zelenszki ukrán, valamint Vladimir Putyin orosz elnök is meghívást kapott a G20 gazdasági szervezet bali csúcs találkozójára, közölte az Unián ukrán hírügynökség. Indonézia arra számít, hogy a 20 ország képviselőinek részvételével rendezendő találkozó eredményeként konkrét gazdasági együttműködés jön létre. A csúcs találkozó részleteiről az indonész külügyminiszter árult el részleteket legutóbbi sajtótájékoztatójában. A külügyminisztérium szerint Indonézia továbbra is arra törekszik, hogy ugyanolyan gazdasági kapcsolatot ápoljon Ukrajna és Oroszország vezetőivel is. A G20-ak találkozóját november 15-én és 16-án rendezik a helyszín Pali. Indonézia korábban arról számolt be, hogy külön szállodában látná vendégül Voldomir Zelenszkit és Vladimir Putyint. Az ukrán elnöki hivatal száfolta, hogy végső döntést hozott volna a konferencián való részvételről, Zelenszky azonban még mindig azt fontolgatja, hogy ellátogat Balira. Dmitri Peskov a Kreml szóvivője, szeptember elején arról beszélt, gondolkodnak azon, hogy megjelennek a csúcs találkozón. Az Oroszországi Föderáció minden felmerülő tényezőt figyelembe kíván venni azelőtt, mielőtt választad Indonézia meghívására, beleértve a biztonsági körülményeket is. Az amerikai hadügyminiszter azt állítja, hogy nem vagyunk vókok, -ok, csak sokszínűek, egyenlőek és befogadás van bennünk. Biden kinevezetje hétfőn kijelentette, hogy a fegyveres erők nem vókok, -ok, csak minden katonai bázison sokszínűségre, egyenlőségre és befogadásra irányuló erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a társadalom marginalizált tagjai úgy érezzék, hogy a katonák között is ott van a helyük. Tudja, őszintén szóval néha kritizálnak minket azért, mert vókok -ok vagyunk, nem vagyunk benne biztos, hogy mit jelent a vók, mondta élelmesen Vormuth. De mielőtt azt mondanám, hogy a vókizmus azt jelenti, hogy nem a háborús harcra összpontosítunk, nem a létér harcolunk, akkor ez nem tükrözi azt, amit az országok különböző létesítményeiben vagy a tenger túlól látok, amikor látogatóba megyek. De azt hiszem, hogy a katonák széles skálája van hadseregünkben, tette hozzá, és azt hiszem, hogy el kell érnünk, hogy úgy érezzék, hogy be vannak vonva. Ezért fontos a méltányosság, a sokszínűség és a befogadás. Felvette a szélsőséges és terrorista szervezetek listájára a Meta Platforms az amerikai tech céget, az orosz pénzügyi felügyelet, a Rossfin Monitoring, írta meg az MTI. A Meta platform hiába fellevezett a szélsőségesnek nyilvánításról szóló határozat ellen, a moszkvai városi bíróság már nyáron elutasította a kérelmet. Ez volt egyébként az a március 21-i határozat, amivel ellehetetlenítették a Facebook és az Instagram elérését Oroszországban. Az anyavállalat szélsőségesnek nyilvánításával mindkét közösségi médium listára került, a tiltás a szintén Meta tulajdonában levő WhatsAppra azonban nem vonatkozott. Az ügyben sajtóértesülések szerint a főügyészség nyújtott be keresetet, miután több országban visszavonta az erőszakra buzdító üzenetekre vonatkozó tilalmát a két közösségi médium, feltéve, hogy azok Vladimir Putyin orosz elnök és az általa február 24-én Ukrajnába háborúba küldött orosz hadsereg katonáit vagy a fehér orosz elnököt érintik. Eközben a fehér orosz elnök Lukasánka szerint Varsó, Vilnius és Kiev is terrorakciókat tervez fehér oroszország ellen. Alexander Lukashenka fehér orosz elnök hétfőn azzal vádolta Lengyelországot, Litvániát és Ukrajnát, hogy terrorista támadásokat és felkelés kirobbantását tervezik Fehér és bejelentette, hogy közös regionális katonai alakulatot hoztak létre Moszkvával. Lengyelországban, Litvániában és Ukrajnában Fehér orosz szélsőségesekből álló fegyveres alakulat kiképzése zajlik, szabotás akciók, terrortámadások végrehajtása és egy felkelés fehér oroszországi kirobbantása érdekében, ami közvetlen fenyegetést jelent országunk számára. Jelentette ki Lukasenka elnök egy nemzetbiztonsági tisztségviselőkkel tartott megbeszélésen. Ha az Egyesült Államok és az Európai Unió megerősítette, hogy politikai erőként kívánják használni a fehér orosz szökevényeket, és azt tervezik, hogy komolyan megerősítik a felforgató elemek támogatását, és súlyosbítják a nyugati határon kialakult helyzetet, hogy megnyissák a második frontot, tette hozzá a fehér orosz államfő az elnöki hivatal közleménye szerint. Izrael és Libanon történelmi megállapodást kötött a tengeri határokról és a gázmezőkről. Az izraeli miniszterelnök üdvözli a megállapodást, amely jelentős kompromisszumot jelentene és utat nyithat az energiafeltárás előtt. Izrael és Libanon a hírek szerint megegyezett a gázmezőkről és a két ország tengeri határáról szóló vitában, ami úttörő diplomáciai eredmény és az európai tél kezdete előtt fellendítheti a földközi tengeri földgáz kitermelést. Jair Lapid izraeli miniszterelnök kedden azt mondta, hogy az Egyesült Államok közvetítésével folytatott több hónapos tárgyalások eredményeként Történelmi megállapodás született a két ország között, amelyek gyakorlatilag háborúban álltak egymással Izrael 1948-as megalakulása óta. A megállapodás megerősíti Izrael biztonságát, milliárdokat juttat Izrael gazdaságába és biztosítja északi határunk stabilitását, tette hozzá. Óriási értékcsökkenésen ment keresztül a PayPal, miután kiderült, hogy új szabályozása negatívan érítheti a republikánusokat. A Google keresések az olyan kifejezésekre, mint a Delete PayPal 1300%-kal megemelkedtek a napokkal azután, hogy a The Daily Wire jelentése rávilágított a vállalat azon kísérletére, hogy 2500 dollárral büntesse a felhasználókat a platformon keresztül történő félretájékoztatás terjesztéséért. A PayPal, amely már több szervezetet és kommentátort is bolykottált politikai és társadalmi nézeteik miatt, bemutatta elfogadható használati szabályzatának közelgő módosítását, amely megtiltotta volna a félretájékoztatás, valamint a gyűlölet, erőszak, fai vagy egyéb diszkriminatív intolerancia népszerűsítését. Egy nappal azután, hogy a Daily Wire hírt adott a szabályzat módosításáról, a PayPal azt állította, hogy az új irányelveket tévedésből tették közé, és bocsánatot kért az okozott zavarért. A PayPal a hétvégén a Twitteren a trendek középpontjába került, mivel ügyfelek ezrei fejezték ki megvetésüket a szabályzat miatt a közösségi médiában, és bejelentették, hogy megszüntetik számlájukat. A Market Watch által készített Google Trends adatok elemzése szerint hétfő reggel még mindig a hogyan lehet törölni a paypal kifejezéseket keresték az egyik leggyakrabban a Google kereső listáján. A PayPal törlése kifejezés 1392 kal ugrott meg az elfogadható használati szabályzat bejelentése és visszavonása után. Ez volt a mai hírmix, az Ultrahang hírösszefoglaló műsora. A mikrofonnál Longower Andrást hallhatták. Köszönjük, hogy velünk tartottak!